Boldog új évet kívánok minden kedves nézőnknek, Önök a Budakalász ma adását látják. Elsőként nézzük, hogy miről lesz szó a 2018-as év első híradójában. Fenyőszállítás, most szombattól viszi el a szolgáltató a fenyőfákat. Vadkár elhárítás márciusig tart a kilövési időszak a városban. Telepi óvoda idén is ünnepi mesejátékkal kedveskedtek a gyerekeknek. Hamarosan minden fenyőfáról lekerülnek az ünnepi díszek. Budakalász város önkormányzata ezúton is tájékoztatja a lakosságot, hogy a fenyőfákat leghamarabb, január 6-án szombaton kezdi el begyűjteni a szolgáltató. Kizárólag a normál méretű fákat tudják elszállítani, így kérik a lakosokat, hogy a másfél méternél hosszabb fenyőket darabolják és kötegeljék össze, ezzel segítve a hulladékszállítók munkáját. A következő fenyőszállítás január 20-án szintén szombaton lesz. A szolgáltató már a kora reggeli órákban megkezdi a begyűjtést, ezért a fákat a megjelölt napokon legkésőbb reggel 6 óráig kell kihelyezni. Meghosszabbította az önkormányzat a vadkár elhárítási időszakot. Március 14-éig a Szentendrei Rendőrkapitányság engedélyével a vadászattal kapcsolatos tudnivalókról Hegyvári János városfejlesztési osztályvezetőt kérdeztük. Szeptember 28-án kezdődött a vadkár elhárítás aktuális üteme Budakalászon, mely előreláthatólag egészen március közepéig tart majd. A munkálatokat délután 2 óra és éjfél, valamint éjfél és reggel 7 óra között 12 körzetben végzik Hegyvári János irányításával. Sajnos tendencia a mai világban, hogy a vadfajoknak az élőhelye egyre inkább csökken. Ugye az ember minél jobban telepszik, kifelé terjednek a városok, kiskertes mezőgazdasági területek jelennek meg azokon a helyeken, ahol még a vadfajoknak nemrég élőhelye volt, és ezért ők mivel az élőhelyük ugyanott marad, ezért elkezdenek megjelenni azokon a területeken, ahol kárt okoznak, akár túrással, vagy azzal, hogy ijeszgetik az embereket. És ugye ezzel kapcsolatban kapunk bejelentéseket is. Voltak olyan bejelentések, amik arról számoltak be, hogy a Csalogány utcai temetőben a temetők közt turkálnak az úton, ugye ezt nem kell mondani, hogy miért kellemetlen azokat a hulladékgyűjtő edényeket, amikbe elszáradt virágokat teszik bele, azokat is kiforgatják. És igazából itt a vadak visszaszorítására, vagy inkább a belterülettel határos területeken a gyérítésükre kell ez a vadkár elhárító vadászat. Milyen metódus alapján működik ez a vadkár elhárítás? Hát igazából ugye ez a helyi vadásztársága egy megállapodás alapján a rendőrség engedélyével történik. Itt két vadász vesz részt ebbe a vadkár elhárításba, és előre bejelentett időpontot, tehát a vadásztársaságnak előre bejelentett időpontokba történik ez a vadászat, zömmel sötétedés körül, illetve világosodás körül, illetve éjszaka történik ez. A vadászatot a belterülettel közvetlenül határos helyszíneken végzik, ezért fontos, hogy a garantált biztonság érdekében minden érintett lakos megtegye a szükséges óvintézkedéseket. Igyekszünk olyan időszakokat választani a vadászatokban, ami nem zavarja sem a területtelek tulajdonosait, sem az arra túrázókat, sétálókat, de ugye a megjelent hirdetmények alapján azért fokozott biztonság vagy fokozott odafigyeléssel kell ilyenkor közlekedni a területen. Amíg az engedélyünk szól, mi folyamatosan végezzük a vadkár elhárítást, mondom, hogy zömmel úgy történik ez a dolog, hogy sötétedés előtt kezdődik, és világosodás után 1-2 órával fejeződik be, illetve éjszaka. Ahogy a vad mozog, igazából az ő határozza meg, hogy mikor megyünk, mert mi ülhetünk ott egész nap, vagy akkor, amikor mi gondoljuk, amikor nekünk kényelmes, csak akkor nem találkozunk semmivel. Vadnak is könnyebb a megművelt kultúrkertekben keresni az ételt, mint benne az erdőbe, tehát amikor így kezd ilyen kicsit zordabb idő lenni, elfogy az erdei termés az erdőkből, illetve már nem tudja olyan könnyen kitúrni a férgeket a földből, a vaddisznó meg a csigákat összegyűjtötte már, a diót összegyűjtötte, akkor elindul be a lakott területek felé, ahol a hullott gyümölcsöt, vagy még a földbe bent lévő zöldséget fogyasztja el, illetve hát ugye mivel ő szeret turkálni, ezért a trágyázott laza földbe előszeretettel turkál és keresi a gilisztákat, egyéb férgeket, hogy
hogy abból táplálkozzon. Tehát igazából itt a fő gond az, ami gond, hogy ugye a kerítéseket teszik tönkre, illetve a kertekben a túrással okoznak nagy károkat. A munkálatok pontos helyszíneiről az önkormányzat honlapján a budakalász.hu oldalon tájékozódhatnak. További információt Fetterné Ferenci Beatrix osztályvezetőtől kérhetnek a képernyőn látható telefonszámon. Számos új az autósok költségeit és adminisztrációs terheit csökkentő előírás lép hatályba az e-matricás rendszerben január 1-től. Újdonság az autópályás díjfizetésben, hogyha véletlenül díjköteles szakaszra hajtunk, akkor 60 perc áll rendelkezésünkre, hogy megváltsuk a jogosultságot, és akkor nem kell pótdíjat fizetni. Kedvezményes matricát vásárolhatnak majd a 3 gyermekes család, a motorosok pedig a kínálatból eddig hiányzó kedvezményes havi matricát válthatnak járművükre. A már májustól elérhető új termék ára az 1470 forintos heti jogosultsághoz képest mindössze 2500 forint lesz. A további kedvező változásokról részletes tájékoztatás található a NUSZ ZRT honlapján a www.nemzetiuddi.hu oldalon. Mesejátékkal készültek a karácsonyra a telepi óvodában. Az óvópedagógusok minden évben kedves történetekkel próbálják átadni a gyerekeknek az ünnep valódi jelentőségét. Ezúttal egy hóember kalandjairól hallhattak az óvodások. A karácsonyi várakozás izgalmát növelve, mesejátékkal kedveskedtek az óvodásoknak a telepi óvodában. A tornaterem zsúfolásig telt gyerekekkel, akik saját óvónőjüket és óvóbácsiukat egészen új szerepekben láthatták. Az idei történetet ezúttal is Gergő bácsi írta. Ezt ilyenkor elkezdjük december elején. Igazából össze kell kapcsolni, mert nagyon sok minden dolog van egyszerre. De a lényeg, hogy ezt így akkor mindenki erején túl megkezdni. Én általában megírom ezeket a meséket, hogy akkor hogy és mint legyen, elmagyarázom, hogy akkor melyik oldalon futunk be, akkor neki futunk a próbáknak. És hát igen, ez így van, minden karácsonykor ezt szoktuk, hogy neki indulunk, és akkor legyen egy olyan varázslatos bevezetője annak, hogy itt ünnepelünk, hogy akkor kapnak tőlünk egy ajándékot. Igazából nagy örömmel szállnak ebbe bele, tehát hogy azt szeretnék, hogy tudjanak ebben játszani, és közben megmutassák a gyerekeknek, hogy igen, lehet együtt játszani ezt a mesét, és nektek adjuk ezt a mostani mulatságot. Tehát hogy az igazából a legjobb szerintem ebben, hogy itt ülnek a gyerekek, és tudják, hogy az egyik óvópedagógusok van a színpadon, és akkor most mit fog játszani, ezt keresik, kutatják. Tehát ez egy külön varázslata ennek az egésznek. És azt gondolom, hogyha ez így működhet, akkor nagyon jól épül a kapcsolat is tovább. Mindig igyekszem belecsempészni valami mondani volt, valamikor csak feldolgozok egy mesét. Most például az egyik mese az Szecsú Di Leónak a meséje volt. Például most az volt, hogy gondoltam, hogy a hóembernek adni egy olyan helyzetet, ahol a többiek egy kicsit kiközösítik, akkor hogy lehet ezzel kezdeni valamit, és hogy ő ki tud ebből törni. Nem biztos, hogy sikerült ezt igazából jól megvalósítani, talán több próba és sokkal több mozdulat benne, meg egyéb játék, akkor sokkal erőteljesebben kijön, de ilyenkor ez a cél, hogy legyen meg a hangulat, fölemelve jó erősre, és benne legyenek. Direkt az elején pörgettem őket azért, hogy ez kiadhassák magukból, mozoghassanak, ne legyen az, hogy csak ülnek és beámulnak, hanem hogy tudjanak egy kicsit játszani ebben, és akkor már elég jó magasan van az energiaszint, akkor már jöhet az, hogy kezdődhet az előadás, és akkor abból azok a jelenetek, vagy azok a képek megragadhatnak, amik jól sikerülnek itt a mi oldalunkról, és akkor ők ezt tovább vihetik és felhasználhatják. Tehát, hogyha mondani valóról van szó, akkor igen, hát minimálisan mindenképpen belekerülnek ezek. Az óvodában már régi hagyomány, hogy a karácsonyi ünnepek előtt mesét mondanak a gyerekeknek a pedagógusok. Ebben az évben Gergő bácsi mellett Katus néni is felolvasott az ovisoknak. Ez volt az első, hogy együtt meséltünk Gergővel, már együtt szerepeltünk a színpadon, úgyhogy talán ebből van az, hogy úgy egymásra tudunk hangolódni, de még mesélőként nem voltam soha jelen, úgyhogy ez nekem is egy kicsit ilyen izgalmas és új feladat volt, de nagyon élveztem. Én most nagyon jól éreztem ma magam ebbe a darabba. A felkészülésnél talán a fáradtság egy kicsit még így rajtunk volt, mire így belehelyeztük magunkat a mesébe, már
volt a próbáknak, úgyhogy biztos gondoljátok, hogy így a karácsonyi időszakban erre picivel kevesebb időnk jut, mint mondjuk az alapítványi mesére, amire 2 hónapig tudunk gyakorolni. Úgyhogy egy kicsit szerintem mindenkiben nagyobb volt így a próbák alatt is az izgalom, és annyira nem tudtunk felszabadulni. Lehet, hogyha lett volna még 4 próba, akkor addigra már úgy mindenki élvezi is a próbákat, de szerintem a mai napot ettől függetlenül az, hogy a gyerekek is itt voltak, nagyon élvezte mindenki. Nagyon-nagyon izgulnak, tehát reggel már úgy jönnek be ilyenkor, hogy egy kicsit izgatottabbak, tudják, hogy más menetrend lesz, mint amit így általában a napi rendet szoktuk tartani, és hát ők is nagyon szeretik ezt a karácsonyi időszakot, és ez a mai nap számukra azért is különleges, mert szeretik a mesét, tehát a mese világában élnek, és az, hogy láthatják az ő pedagógusaikat, hogy itt szerepelnek, az nekik még egy ilyen plusz érzelmi töltetet is ad. Úgyhogy mikor megkérdeztem például a mesében, hogy hívták a kislány, nem arra figyeltek, hogy a szereplője mi volt, tehát hogy a szerepben milyen nevet kapott, hanem hogy az az Anna néni, ő az ő óvonéniük, hogy nekik szerintem ez egy ilyen amiatt ajándék, hogy azok mesélik, akiket közelebbről is ismernek és szeretnek. És talán ezért is szeretik az alapítványi mesét, ami februárban van, hogy az azért különleges, mert azok játszanak benne, akik valóban valamilyen módon amúgy is az életük része. A karácsonyi történet segítségével hamar ünnepi hangulat kerekedett a telepi óvodában, de a mesejáték után néhány dalra is maradt még idő, amit az intézmény apraja nagyja közösen énekelt el a karácsonyfa fényeiben. Telepi óvoda a karácsonytól már búcsút vett ugyan, de szorgosan készülődnek a pedagógusok a februári előadásukra, amikor egy újabb meglepetés mesét visznek színpadra a gyerekeknek. A cél ezúttal is az óvodai alapítvány támogatása lesz. Híreink végén nézzük, hogy milyen időjárás várható holnap. Szerdán a napos időt követően a délelőtti óráktól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután nyugat felől egyre nagyobb területeken elered az eső, de akár havas eső, hó is lehet. A délnyugati déli szél többfelé megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +3 és -3 fok között lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között várható. Híradónk végén következzenek fontosabb híreink még egyszer. Hamarosan minden karácsonyfáról lekerülnek az ünnepi díszek. Budakalászváros önkormányzata ezúton is tájékoztatja a lakosságot, hogy a fenyőfákat leghamarabb január 6-án szombaton, majd január 20-án szintén szombaton gyűjti be a szolgáltató. Kizárólag a normál méretű fákat tudják elszállítani, így kérik a lakosokat, hogy a 1,5 méternél hosszabb fenyőket darabolják és kötegeljék össze, ezzel is segítve a hulladékszállítók munkáját. Meghosszabbította az önkormányzat a vadkár elhárítási időszakot március 14-éig a Szentendrei Rendőrkapitányság engedélyével. A vadászattal kapcsolatos tudnivalókról Hegyvári János városfejlesztési osztályvezetőt kérdeztük. Mesejátékkal készültek a karácsonyra a telepi óvodában. Az óvópedagógusok minden évben kedves történetekkel próbálják átadni a gyerekeknek az ünnep valódi jelentőségét. Ezúttal egy hóember kalandjairól hallhattak az óvodások.
A 2018-as esztendő első híradóját láthatták itt a TV Budakalász műsorában, de maradjanak velünk továbbra is, a folytatásban megtekinthetik Félidő című műsorunkat. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órától várjuk Önöket, addig is visszanézhetik korábbi műsorainkat a szentendre.media.hu/TV Budakalász oldalon, és itt követhetik online élőadásunkat is. És ahogy már megszokhatták, csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is még egyszer boldog és sikeres új esztendőt kívánok. A viszontlátásra!